Fizikai és lelki eligazodást is szolgáltak azok az útmenti keresztek, amelyeket eleink állítottak. Ez főként a 18. században lett gyakori, azt ellensúlyozva, hogy a reformáció végett, a szentek képei és szobrok eltűntek, 1629-ben pedig a nagyszombati egyházmegyei zsinat kimondta, hogy a szobrokat és szentképeket tartsák meg, ha szükséges állítsák helyre, hogy az arra járókat imádságra indítsák. Így tett most Komlóska település is, ahol a ruszin görögkatolikus közösség útmenti keresztet állítatott. Orosz Atanáza, a Miskolci egyházmegye püspöke áldotta azt meg. A keresztet megáldó imádságunkban a reménységünk támaszaként emlegettük a Szent Keresztet. Itt Komlóskán, a mélyen elkötelezett keresztény faluban különösen is fontos tudnunk ezt. Itt, ahol a kereszténység, a katolikus hit sok-sok évszázados múltra tekint vissza, itt, ahol 200 éve ugyanabba a templomba ugyanúgy hűségesen járnak vissza a falu lakói, ez a remélhetőleg időt álló kereszt már reménységünk jele és a jövőbe mutató jel. Köszöntőt mondott Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára, aki kiemelte, a történelmi egyházak és közösségek védelme továbbra is fontos cél. Hiába próbáltak a kereszténységet teljesen eltüntetni, hirdette meg mondjuk Marx és Lenin, vagy pedig később pedig a kommunizmusnak a végrehajtói, hogy meg fog szűnni az egyház, mégsem szűnt meg, nem szűnt meg a hit, de valóban nagyon nagy károkat tud okozni, és nagy károkat tudnak okozni ezzel a lelkekben is. Én hiszem azt, hogyha Magyarország kimer állni a hitért, hogyha a magyar embereknek a nagy többsége, akik adott esetben nem is vallásosak, de tisztelik a kereszténységet, és fontosnak tartják kulturális és más szempontból is, hogyha mindezt mi meg tudjuk őrizni, akkor ezzel igen a világnak példát mutatunk. A térség országgyűlési képviselője szerint minden közösségi, vallási kezdeményezés támogatásra méltó. Ennek köszönhetően újultak meg az elmúlt időszakban Zemplénben és Abaújban például templomok, létesülhetett útmenti kereszt. Alulról jövő kezdeményezés volt, utalván arra, hogy porból lettünk és porrá leszünk, hogy a magyar emberek életében a kereszténység az egy fontos tényező volt évszázadokon keresztül. A magyarságot a hite, a Krisztus hite tartotta meg évszázadokon keresztül. És ezek az útmenti keresztek, ezekre emlékeztették az ott lévőket, a katolikusok keresztet vetettek, a reformátusok vagy a protestánsok kalapot emeltek. És ez ma óriási dolog, hogy a 21. században mi magyarok ezt a hagyományt tovább folytatjuk. Az ünnepi eseményen részt vett Keresztes Szilárd, a hajdudorogi főegyházmegye nyugalmazott püspöke, miskolci apostoli adminisztrátor és a helyi közösség hívei.